Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint az ipari parkban, és elkezdődött a PET palack üzemnek az első munkálatai. Nagy Tibor ügyvezető úrral beszélgettünk, mi minden történik most itt kint. Én is köszöntöm a nézőket sok szeretettel. Egy néhány szóban előtte megemlíteném, hogy mi történt a projekttel kapcsolatban és az eddigi előéletével a cégnek. 2012. október végén történt a projekt beadása, a pályázat beadása, és gyakorlatilag onnantól kezdve a tavalyi évben eredményhirdetés történt, utána támogatási szerződést kötöttünk a közreműködő szervezettel, aztán a telek vásárlása megtörtént, utána a közbeszerzési eljárást kellett kiírni a technológiára, ennek a folyamata az elég hosszadalmas volt, szerencsére éppen most hétfőn aláírtuk a szállítási szerződést a közbeszerzés nyertesével, aki a technológiát fogja szállítani az üzembe. Generálkivitelezői pályázatot hirdettünk, és ennek az eredményeképpen megkötöttük a generálkivitelezői szerződést. A földmunkálatok megkezdődtek múlt hét keddi napján, és hónap végén kell átadni az építési területet a humuszleszedés és feltöltés után a generálkivitelezőnek. Utána megkezdődnek a építési munkálatok. Gyakorlatilag augusztus vége, szeptember közepére terv szerint ez megtörténik. Közben a technológia beszállítása is megkezdődik, aztán a beszerelése, üzembehelyezés, gyakorlatilag október vége, november közepén elindul a gyártás. Mit kell tudni, körülbelül hány dolgozót fognak alkalmazni, hiszen volt itt szó arról, hogy kutatás is lesz mellett, az üzem a feldolgozást is végzi majd. Igen, két irányú tevékenységet fogunk folytatni. Egyrészt a PET palackok újrahasznosítása történik, ahol élelmiszeripari regranulátum előállítása lesz, és a másik fontos tevékenységünk a kutatás-fejlesztési munkavégzés, tehát lesz egyszer a gyártásközi labor, ami a folyamatos gyártás során ellenőrzi a termelés folyamatát, és lesz egy kutatócsoport, ami a PET innovációs folyamatát fogja kutatni, és összességében 50 fő fog dolgozni az üzemünkben. Ebben benne lesz a fizikai állomány és a kutatócsoport létszáma is. Terveik szerint mikor indul meg ténylegesen a teljes munka? Gyakorlatilag nyár végén megkezdődnek majd a felvételek, a betanítás folyamatai elindulnak, és úgy tervezik, hogy november végére a termelésszerű gyártás el fog indulni. Akkor elég jó munkát kívánunk, hiszen azért még van mit tenni, viszont annak örülünk, hogy már elindult az első kapavágás. Köszönöm szépen, és még szeretném megemlíteni, hogy sok segítséget kaptunk itt helyben, egyrészt a Karcagi Ipari Park dolgozóitól, különösen megemlíteném Varga Nándor urat, és a telek szomszédunktól, helyi vállalkozó Kuruc Istvántól. További sok jó együttműködést kívánok mindannyiunknak. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Varga Nándorral beszélgetünk, hiszen az ipari park önhöz tartozik. Gondolom, hogy azért ez az időjárás nem a legkegyesebb a munkálatokhoz, de öröm, hogy folytatódnak a munkák. Hát az időjárást nem mi szabályozzuk, ha mi tehetnénk, akkor is ahányan vagyunk, annyiféleképpen. Most itt napsütés kell, most itt eső kell. Természetesen az ilyen jellegű munkálatok, mint amit itt folynak, a földmunkát, ezt nem nagyon segíti, de ugyanúgy, ahogy tavaly a hulladékhasznosító üzemnél, itt is meg tudjuk oldani azt, hogy időben a beruházások megvalósuljanak. Tájékoztatom örömmel a tévénézőket, hogy a társaságunk taggyűlést tartott 13-án, ahol további területeladásról döntöttünk. Egy előszerződést kívánunk kötni egy 12 hektáros területre, ami a Laktanya és a Penny logisztikai központ között van. Itt egy villamos energia előállító céget
terveznek megépíteni. Egyelőre többet nem kívánok erről mondani, mert azt kérte a tulajdonos, hogy amíg a végleges szerződést meg nem kötjük, addig ne reklámozzuk. Nem azt kéri, hogy titokban maradjon, hanem ne reklámozzuk, mert fölösleges addig mondani bármit, amíg el nem kezdik a munkálatokat. Továbbá komolyan halad a területrendezés, a volt téglagyári terület és a önkormányzat területei között, ami önállóan jelenlegi állapotban szinte használhatatlan terület. A területrendezést követően eljutunk odáig, hogy önálló, egybefüggő ipari terület várható 46 hektár, és körülbelül egy 60 hektáros terület pedig az önkormányzatnak, ahol meg tudjuk valósítani azt az elképzelésünket, ami Karcagváros vezetésének régi óhajtott vágya, hogy a régi kunsági élőhelyet, az élőlényeket, a halakat, a madarakat be tudjuk mutatni gyermekeinknek, unokáinknak. Akkor vissza fogunk jönni, hogyha erről már bővebben be tudunk számolni, és azt hiszem, hogy mindannyiunk számára öröm, hogy egy újabb üzem fog majd, vagy valamilyen feldolgozó fog ide kerülni. Igen, én feltétlen szeretném tájékoztatni Karcagváros lakosságát, és azt ígértem, hogy ha oda kerül a sor, hogy a kémény lebontásra kerül, akkor mindenképpen a tévét erről értesítjük. Azt, hogy a karcagi lakosságot kihívjuk ide, az nem biztos, hogy észszerű lenne, hisz megfelelő védőtávolságon túlról nézhetnék csak. Várhatóan két héten belül ez a kémény lebontásra kerül, akkor szívesen várom a Karcag TV-t, hogy ezt az eseményt megörökítse. Köszönjük szépen, itt leszünk, addig pedig önöknek jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen, és én visszatérve a kezdésre, jó időt kívánok mindenkinek az elkövetkező időszakra.